Mégis lehet frakciója az LMP maradékának a parlamentben, a DK-nak és a Párbeszéd Magyarországért képviselőinek viszont nem. Mit szól ehhez Karácsony Gergely? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nem tudom, hogy pontosan ez a helyzet, mert egyenlően annyit látunk, hogy van egy alkotmánybírósági határozat, ami tulajdonképpen azt mondta ki, hogy a parlament önálló hatalmi áként maga alkothatja meg a házszabályát, feltéve, hogy garantálja azt, hogy azok a pártok, amelyek átlépték az 5%-os küszöböt, azoknak lehet frakciójuk. Hát igen, most ez az képest... az elv, amiről tegnap egyébként Schiffer Andrással is beszélgettünk, amit ő egyértelműen úgy értelmez, hogy akkor az teljesen helyes, helyénvaló és jogos, és csak ennek az alkotmánybírósági döntésnek szerez érvényt, hogy átírták a házszabályt, hogy az LMP-nek, amire mint pártra szavazott a választó, lehessen frakciója. De önök szakadárok, tehát önökre ez a jelentés nem vonatkozik. Igen, annyit akartam még csak hozzátenni, hogy az a házszabálymódosítás, ami lehetővé teszi az LMP frakció megalakítását, ez a házszabálymódosítás a mi álláspontunk szerint úgy van megfogalmazva, hogy annak értelmében a DK-nak és a PM-nek is lehetne frakciója. A politikus nyilatkozatokat ismerem, de ezek ellentmondásban vannak azon a házszabálymódosításával, amit a Fidesz kezdeményezett. Tehát a házszabálymódosítása túlterjeszkedett azon, ami önmagában az alkotmánybírósági állásfoglalásból következne? Igen, az lehet, hogy ez egy rosszul megírt törvény, és ellentétes azzal a politikai szándékkal, ami vezette a jogalkotót ebből a szempontból. De az kétségtelen, hogy hát ez egy viszonylag rövid szövegjavaslat, tehát megnéztük néhányszor, abban az szerepel, hogy olyan képviselők, akik egy közös listán lettek megválasztva, és legalább hárman vannak, azok frakciót alakíthatnak. Ott nincsen semmilyen hivatkozás arra, hogy de csak abban az esetben, hogyha olyan párt nevében alakítanak a frakciót, ami átlépte az 5%-os küszöböt. Természetesen értem, olvastam is a nyilatkozatokat, pontosan tudom, hogy milyen megfontolások vezették a jogalkotót, és egyébként én egyáltalán nem bánom, sőt, én örülök annak, hogy az LMP-nek lehet frakciója, szerintem ez helyes. Én azt a kérdést szeretném föltenni, hogyha maga az alkotmánybírósági indoklás, illetve maga ez a házszabály módosítás is a szabad mandátum elvére hivatkozik, amely elve egyébként kb. 300 éve a képviseleti demokrácia alapelve, és ami arról szól, hogy a választók, amikor megválasztanak egy képviselőt, akkor neki egy szabad mandátumot adnak, hogy ő a legjobb lelkiismerete szerint politizáljon, amiből az is következik, hogy ha az én legjobb lelkiismeretem arról szól, hogy abban a pártban, amelyben eddig tag voltam, vagy frakciótag voltam, nem tudom már a legjobb lelkiismeretem szerint képviselni a választóimat, és azt a döntést, egyébként nagyon nehéz döntést hozom meg, hogy egy másik pártot alakítok, és ott szeretném őket képviselni, akkor ezt megtehessem. Tehát azt gondolom, és ez teljesen független az LMP, a PM, a DK és minden más politikai szereplővel kapcsolatos én személyes történelemtől, meg minden mástól, amikor a DK frakció megalakulása is volt, én is a nyilvánosságban amellett érveltem, hogy igenis a DK-nak joga van frakciót alakítani, éppen a szabad mandátum elve miatt. Egyébként hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy a DK-nak ne lehessen frakciója, amikor a DK megalakult, ahhoz is házszabályt kellett módosítani, most is házszabályt kell módosítani az, hogy az LMP-nek legyen frakciója, amit még egyszer mondok, egyáltalán nem vitatok el, sőt, ennek örülök, és még azt is mondom, hogy azt is aláírom, hogy bizonyos értelemben az LMP-nek több joga van most, nem a szó szoros értelme, hanem átvitt értelme, ahhoz, hogy frakciója legyen mind nekünk, hiszen valóban így hívták ezt a pártot, amely bejutott 2010-ben a parlamentben. Én csak azt vitatom, hogy lehet-e a szabad mandátum elvéből levezetni olyan házszabályt, ami megtiltja egyébként más képviselőknek, hogy ugyanígy ezt megtehessék. De az előbb említette a politikai szándékot is, hogy pontosan tudja, hogy milyen politikai szándék húzódik e mögött, és itt felteszem, nem a jogalkotói szándékra gondolt, hanem talán esetleg arra, hogy a Fidesz érdekeinek most ezt még meg is felel, hogy az LMP-nek frakciója legyen? Én csak arra gondoltam, hogy az a politikai szándék, hogy az LMP-nek lehessen frakciója, másnak pedig nem. Hogy a Fidesznek érdeke az, hogy az LMP-nek van-e önálló frakciója, vagy nincs, megmondom őszintén, hogy ebben én ezen sokat gondolkodtam, én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogy a Fidesznek ez jó, de láthatóan az elmúlt 3 év gyakorlata azért arról szólt, hogy a Fidesznél van egy olyan döntés, hogy az alkotmánybíróság valamit dönt, ami nekik tetszik, akkor megtapsolják, megsüvegelik és végrehajtják, ha meg nem tetszik, akkor meg azt mondják, hogy elmentették a fenébe. És ez most miért tetszett nekik? Tehát, hogyha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy nem véletlenül van-e mögött most kormányzati akarat, nem véletlenül szavazták meg a kormánypárti képviselők a szakbizottságban ezt a módosítást. Nézd, egyrészt én nem szeretném az LMP politikáját semmilyen mértékben bírálni, mert egyszerűen ez az részemről
hogy mondjam, nem lenne elegáns. Én bíráltam akkor, amikor benne voltam, most már, hogy arra a döntésre jutottunk, hogy nem tudunk egy hajóba nevezni. De ilyen értelemben itt most nem is az LMP politikájáról. Nem, én a Fidesz politikáját szeretném bírálni, igen. Szerintem a Fideszben nyilván az a számítás van, hogy valószínűleg nekik jobb, hogyha az ellenzék megosztottságát erősítik azzal, hogy annak a pártnak, amely egyébként nem akar részt venni az ellenzék együttműködésben, annak a lehetőségeit megnövelik azzal, hogy frakcióhoz juttatják. Most abban az értelemben tényleg nyilván van egy alkotmánybírósági döntés, de azt gondolom, ezt a döntést többféleképpen lehetett volna értelmezni. A házszabály módosítással nyilván a Fidesz abba az irányba dönti el ezt a kérdést, hogy az LMP-hez, frakcióhoz juttatja. Szerintem ez a megfontolás van mögötte, viszont még mielőtt belemennénk másfajta összeesküvés elméletébe, én nem gondolom, hogy az LMP bármilyen szempontból, hogy mondjam, lefeküdt volna a Fidesznek, vagy valami ilyesmi történt volna. Tehát én a Fidesz részéről látok egy politikai szándékot, az LMP részéről pedig azt látom, hogy nyilván én is szeretnék egy frakciót, teljesen jogosan küzdöttek ezért. Tudnak-e most önök küzdeni még ezért? Tehát, hogyha született egy házszabálymódosítás, ami esetleg önök előtt is megnyitja a kaput, akkor hogyan tovább? Szerintem nekünk az a dolgunk, hogy a törvény adta lehetőségeket kihasználva a leghatékonyabban tudjuk képviselni a mi választóinkat. Az a házszabálymódosítás, amit még csak benyújtottak, az véleményem szerint jogi értelemben lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy frakciót alakítsunk. És akkor a házbizottság dönt arról, hogy így lesz, vagy nem lesz így? Szerintem ezt egyrészt lássuk meg, hogy ezt fogják-e megszavazni a végül. Ez még csak egy javaslat, most a parlament egy héttel tovább ülésedik, lehet, hogy még akkor ebben a nyári szünet előtt ezt a házszabály módosítást el tudják fogadni, nem akkor tudom, hogy van-e ilyen szándék. Lehet, hogy jobb lett volna mélyen hallgatni arról, hogy itt egy kicsit többet írtak le, mint amit szándékoztak, mert most, hogy figyelmeztették őket, még megváltoztatok. Jó, mi nem akarunk ebben az ügyben sunyogni, tehát mi azt gondolom, hogy van egy törvénymódosítási lehetőség, ebbe belefér az is, hogy nekünk is legyen frakciónk, nyilván mi akkor megléptük azt, amit meg kell lépni. Lássuk meg, hogy mit fogad el a ház, lehet, hogy ezen még lesz változás, lehet, hogy nem lesz. Ha az LMP-nek lesz frakció és nekünk nem lesz, akkor mi nem leszünk ettől frusztráltak, vagy nem leszünk rosszkedvűek. Én sok sikert kívánok az LMP-nek ahhoz a politikához, amit csinálok. Szerintem ennek van helye a magyar politikában. Más dolog, hogy mi személy szerint elkötelezettek vagyunk a kormányváltás mellett, ezért nem tudtuk ezt a politikai irányt támogatni, de ettől még drukkolunk a volt pártársainak és barátainknak. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm szépen.